Ha azt mondom, hogy drámai a helyzet Nyugat-Európában a lezúduló ár, sár és villámárvizek miatt, akkor nem fogalmaztam jól, a helyzet ugyanis borzalmas. A halottak számát senki nem tudja, csak becsülik. Rengeteg az eltűnt ember, a gazdasági kár pedig megbecsülhetetlen. A II. Világháború óta ekkora pusztítás nem volt még Nyugat-Európában. Tudom, hogy önök is követik a híradásokból, vagy ha máshonnan nem a közösségi oldalakról, autókat, teherautókat, óriási konténereket, házakat, tetőket sodor a víz. Sok település teljesen alámosott az ára, a házak padlásán és a plafontól a tetőig áll a sár. Az eltűnteket kutyákkal keresik, mindenhol túlélők után kutatnak. És most körkapcsolás következik, Németországgal kezdünk, ugye ott a legnagyobb a baj. Először Zsadon Attila kollégámat kapcsolom, ő a műsorvezető az Ungár TV-nél Wuppertalban. Szerbusz Attila, látlak is, tehát sikerült a kapcsolás. Mi a helyzet most Németországban? Elvonult már az ár, vagy vannak még olyan helyek, tartományok, ahol még most is kritikus a helyzet? Szerbusz András, üdvözöllek, üdvözlöm a kedves nézőket. Jelenleg Wuppertalban is, itt környékén nagyjából úgy néz ki, hogy levonult az árvíz. Solingenben, Unterburgban még sajnos az ott lakók nem tudtak visszaköltözni. Wuppertalban úgy néz ki, hogy normalizálódik a helyzet, bár két napja még Eberfeldben teljesen áram nélkül voltak az emberek, de úgy néz ki, hogy itt normalizálódott. A Wuppertal a Wuppert nevű folyóról lett elnevezve, ami alapesetben, hogyha felállunk a hídra, 2 és 3 méter mélységben látszik. Na most ezt elmúlt két napban, ez körülbelül úgy nézett, hogy 2 és 3 centire volt a hídtól, de valahol ki is öntött, és ezért útszakaszokat kellett lezárni. De itt példátlan sebességgel és példátlan összefogással az emberek és megfeszített munkával a tűzoltók és a katasztrófa védelem teljes mértékben kivonult, és úgy néz ki, hogy itt normalizálódott a helyzet. Németországban lehet-e már tudni, Attila, hogy mekkora a halálos áldozatoknak a száma, illetve mennyi az eltűnteknek a száma, vannak-e pontos adatok? András, teljesen pontos adatokat nem tudok mondani. Az elmúlt híradások szerint több mint 100 a halálos áldozatok száma, és az eltűntek, a bejelentett eltűntek száma 1500 felett van. Ezt még senki nem tudja megmondani, hogy ők csak a boltba mentek el, vagy valóban eltűntek. Tehát erre még pontos adatok pontosan nincsenek, tehát nyomoz mindenki, de példátlan az összefogás, tehát ezt hozzá kell tennem. Milyen módszerekkel próbálják megtalálni az eltűnteket? Egyáltalán mit lehet ilyenkor kezdeni, amikor egy települést vagy több települést elönt a sár, a kő, a víz? Milyen módszerek vannak? András, nyilvánvalóan a rendőri jelenlét megháromszorozódott, így kell mondjam, a katonaság itt a mi körzetünkben nem jelent meg, de telefonon és polgári összefogással, tehát itt kortól, nemtől, identitástól függetlenül mindenki összefogott, és megpróbál mindenkinek segíteni. Természetesen keresik felhívásokkal az eltűnteket, telefonon, kiplakátolva, és mindenféle olyan módon, ami csak lehetséges. Különben higgadtak az emberek, vagy pánik hangulat van? Hogyan tudnád ezt jellemezni? András, úgy tudom jellemezni, hogy abszolút higgadtság van, tehát egy olyan fegyelmezettséget lehet itt tapasztalni, hogy itt Wuppertalban például napokon keresztül a közlekedési lámpák ki voltak kapcsolva, de mégis valami olyasfajta közlekedési fegyelem volt megfigyelhető az emberek között, hogy egyszerűen olyan óvatossággal és olyan lassúsággal és olyan türelemmel kezelték ezt a helyzetet, hogy mindenki a másiknak segítve, nem kiszállva, nem ordítva az autóból, példátlan fegyelemmel viselik ezt a német emberek. Közben lehetett látni olyan felvételeket, ez nem is tudom melyik németországi autópálya, ahol a teherautóknak a vezetőfülkéje se nagyon látszik ki a vízből, onnan is levonult már akkor az ár. Itt vagy, Attila? Jó, majd megtudjuk erre a választ. Itt vagyok. Itt vagy. Akkor hallottál még engem? Igen, hallottalak. Hát azt lehet megfigyelni, András, tehát több videófelvétel látszott, és én személyesen is láttam, hogy a tűzoltó autók szélvédőig gázoltak a vízben. Tehát olyan fajta árvíz volt, és olyan mennyiségű víz, hogy egyszerűen felfoghatatlan. Tehát ugye a körülöttünk a legsúlyosabban szerintem talán Hagen érintett ebben a körzetben. Elképesztő akár, és az infrastruktúra is elképesztő sérült, de mondom, tehát én nem értek egyet a Bild nevű napilappal, aki azt mondta, hogy Németország kudarcot vallott.
én azt gondolom, hogy példásan álltak helyt, és hát nyilván egy ilyen katasztrófa helyzete egyszerűen képtelenség felkészülni. Világos, köszönöm szépen. Zsadon Attilának köszönöm szépen a bejelentkezést. Következő kapcsolás, köszönöm még egyszer Attila, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Következő kapcsolás a hollandiai Toldáikból, Darag Adrient kapcsolom. Szervusz Adrien, itt vagy velünk, ugye? Hallasz engem, igen. Látlak. Szervusz Adrien, ugye Hollandiából jelentkezel, felétek tart az árvíz. Mi a helyzet most ott nálatok Hollandiában? Szervusztok, szép jó estét kívánok Hollandiából. Hát az elmúlt három napban itt is az esőzések borzasztó megnövekedtek. Több mint 200 mm eső hullott ugye Hollandiára. Legjobban a Limburg tartományt érintette ez az egész esőzést, mert pénteken délután Limburg tartomány déli részén átszakadt egy gát. Ez körülbelül egy méter szélességben átszakadt, és a környékbeli városokat, falvakat elöntötte a víz. Tehát egy nagyváros, például Maastrichtba közel 10 000 embert kellett most kilakoltatni, és a környékbeli kisvárosokból is, több ezer családi házból és lakóhelyiségből kellett az embereket kimenekíteni. A hadsereg jelen van, tehát gyakorlatilag nagyon nagy segítséget adnak a kilakoltatásba. Itt a probléma az, hogy még a hadsereg autói sem bírják ezt a borzasztó nagy vizet, ezért az utóbbi időben már csak hajóval tudják menteni az embereket kifelé, és hát ez rettenetesen megnehezíti a mentési munkálatokat. Közben látjuk a képeket, bocsánat, hogy szabadba vágok. Nagyjából olyan, mintha te is láttad volna a képeket, közben te nem látsz visszajövő képet, de olyan, mintha képre beszéltél volna, mert pontosan azokat a felvételeket látjuk, amikről beszéltél, hömpölyög a víz mindenhol, és azt lehet látni, hogy autóval nem lehet menteni. Láttunk egy pillanatra mentő hajókat is, illetve most egy várost, ez nem is tudom most megmondani, melyik városról van szó, de gyakorlatilag, mintha egy nagy tó lenne a város helyén. Hát igazából ugye Maastrichtot érintette. Maastricht lesz szerintem is. Fenló, igen, Fenló a következő, és ugye a mai délutáni hírek szerint most tart Nijmegen, és igazából egy picikét keletebbre ez az egész árvíz. Tehát az evakuálás során egyébként a légvédelmi szirénákat is bekapcsolták a hollandok, ami hogy a legutóbbi világháború óta nem volt használva. Ez nagyon sok ember kellemetlenül érintett, ugye nagyon fájdalmas emlékek törtek elő az emberekből, de itt is nagyon nagy a fegyelmezettség, itt is nagyon nagy a segítségnyújtás. Tehát úgy hiszem, hogy ezt most a világon mindenütt, ahol ilyen katasztrófa helyzet van, összefognak az emberek. Sajnos egy a negatívum, amivel ugye, mint mindenütt megjelennek a katasztrófa turisták. Tehát itt is Hollandiában megjelentek, ezért a kormány felhívást intézett, hogy miután a gátak nem biztonságosak, igaz, hogy a mai délutánra 14 centivel, 14-16 centivel csökkent már a vízszint, de még mindig 4 méterrel magasabban van, mint eredetileg. Tehát minden szakember most a gátak mellett van, mindenki, aki él és mozog, megpróbálják erősíteni, mert ugye a gátak nagyon fontosak, hogy ne szakadjanak át. Tehát ez persze. Most még jelen pillanatban veszélyhelyzet. Azért vannak áldozatok, halálos áldozatok, az eltűntek száma mekkora? Erről tudsz-e nyilatkozni? Igen, nem sok minden jelent meg egyébként Hollandiában hivatalosan. 24 órával ezelőtt jelent meg, hogy halálos áldozatról még nincs hír. Igen, a legtöbb halálos áldozat Németországban van, én is igen. Ezt olvastam. Az igen. Eltűntek minimálisra tehetők, tehát ilyen 40-50 emberre teszik, de... Ugye ez olyan minimális, hogy itt gyakorlatilag még ugye a felhívások most történtek meg, esetleg hazautazás és egyebek, ugye rengeteg külföldi dolgozik Hollandiában,
tehát még ezek az adatok nem véglegesek, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi eltűnt ember van. Nagyon szépen köszönöm Adriana bejelentkezését Hollandiából, és hogyha bármi változás van, akkor természetesen tartjuk majd a kapcsolatot. És ami szerint, köszönöm még egyszer, ami szerintem a legtöbb embert most érdekel Magyarországon, hogy mi lesz Magyarországon, erről kérdezem a Siklós Gabrielát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét, régi kollégák mondjuk maradunk a tegeződésnél. Szerbusz Gabi, mi a helyzet, mire számítsunk, mi a helyzet a Duna vízgyűjtőmerencénél Szlovákiában, illetve Ausztriában? Jön-e az ár? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket, szervusz! Igen, jön az ár. Az elmúlt, hát azt kell, hogy mondjam, körülbelül 24 órában egy viszonylag erős és jelentős változás történt az előrejelzésünkben is. Ennek pedig az az oka, hogy ugye az elmúlt egy-két napban számítottunk arra, hogy megnövekedik majd a Duna vízszintje. Ebből az egész nyugat-európai légörményből, amely ott ezt a rendkívül nagy csapadékot okozta, a Duna vízgyűjtőjére egy rész esett, tehát tudtuk, hogy meg fog emelkedni a Duna vízszintje. Azonban megváltozott egy kicsit a helyzet körülbelül olyan 24 óra alatt, mert most már Ausztriában is esik az eső, és az Inn folyónak a vízgyűjtő területén, amely ugye nagyon jelentősen befolyásolja a Duna vízállását, ott is körülbelül 100 mm-nyi, helyenként akár 100 mm-nyi csapadék is lehullott lokálisan, és ez bizony most azt jelenti, hogy alaposan megnő az elkövetkező napokban a Duna vízszintje. Még például úgy kell körülbelül elképzelni, hogy a Győr feletti szakaszokon most azt látjuk, hogy olyan másodfokot meghaladó, akár a legmagasabb harmadfokot elérő árhullám is kialakulhat. Győr alatt, Komárom, Esztergom magasságában valószínűleg az első fokot azért el kell rendelnünk. Budapestre egyébként ez az árhullám egy jó pár méteres vízszint emelkedéssel csütörtök pénteken érkezik. Egyelőre itt még egy picit bizonytalan az előrejelzés. Hát most úgy tűnik, hogy alulról nyaldossa majd centiméterekkel a rakpartnak a szintjét a Duna. Tehát azt nem lehet tudni, hogy le kell-e majd zárni a rakpartot, vagy nem kell, de szerintem nem is ez a lényeg, a legtöbb, legalábbis én azt veszem ki a szavaidból, hogy nagy drámára azért nem kell számítani. Tehát ilyen képek Magyarországról nem fognak érkezni, mint amit láttunk Németországból, Ausztriából, Hollandiából, Belgiumból, Luxemburgból, tehát amit most a híradások mutatnak. Így van, és ezt azért fontos nagyon hangsúlyozni, mert ugye most viszonylag egy, ha nem is üres mederre, de azért nem egy teli mederre érkezik ez a víztömeg, tehát szerencsénk van. És azt is ugye mindig elmondom ilyenkor, hogy mi 5-6 napra tudunk előrejelezni, úgyhogy egyelőre most ez a helyzet, tehát ez az árhullám most úgy tűnik, hogy levonul majd a töltések között. Tehát nyilvánvalóan ott, ahol másod-harmadfokot kell lerendelni, ott a vízügyes kollégák már most ott vannak, és fokozott figyelőszolgálat biztosítanak, azért ott előfordulhatnak olyan szivárgó vizek, amelyekre ugye oda kell figyelni, tehát azért ott lesznek a kollégák éjjel-nappal, de most úgy tűnik, hogy ez csak, hát inkább ugye látványban lesz elég különös, aki ezt látni fogja, az fogja érzékelni, hogy nagyon megnőtt a vízszint. Lupasziget, római part, mire számítsanak az ott élők? Hát én azt szeretném mondani legelső sorban azoknak, akik most következő napokban is, hogy miért ne tették volna nagyon sokan, vagy miért tennék, hogy szeretnének elmenni egy kicsit kajakozni, a vízen lenni, akár nem csak az általad említett helyeken, hanem mondjuk a sziget közben is, ahol például tudom, hogy most rengetegen vannak. Most nem menjenek, gondolom. Ne, ha szabad ilyet mondani, akkor ne. Nagyon-nagyon óvatosan, de leginkább ne. Gabi, köszönöm szépen, nyilván tartjuk majd a kapcsolatot, szerintem jövő héten is ez lesz a téma, de ugye a lényeg az, hogy az az árvíz, azok a képek, amiket látunk, ilyen képeket nem fogunk látni Magyarországon, az a víz, ami hömpölyög Európán, az a tenger felé igyekszik, így van, ez a víz, amit pedig mi fogunk kapni, ez pedig Ausztriából jön, és ez nem olyan mennyiség, mint ami Nyugat-Európán keresztül vonul a tengerek felé, jól mondom, ugye? Pontosan így, igen. Köszönöm szépen, köszönöm a megnyugtató szavakat, minden jót, és gondolom, hogy sok álmatlan éjszaka jön most, és jó munkát nektek. Még egyszer köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a kollégák nevében. Köszönöm, szervusz Gabi.